Tudjátok, hogy mennyi volt 2008-ban 1 euró? 232 forint. Most mennyi is az euró ára? Akkor kezdjünk el gondolkodni. Egy tojás 40 forint! Kezdjünk el gondolkodni azon, hogy vajon nekünk vannak-e választott kormánypárti képviselőink, és azon is gondolkozunk el, hogy van-e képviseletünk. Senki egy szót nem szól. Közösen összefogtunk, jobb oldal, bal oldal, civilek, kértünk egy rendkívüli közgyűlés összehívását, hogy csináljunk valamit az almatermelőkön, segítsünk ebbe a megyébe. Tarthatatlan, ami van, az önköltségük nem térül meg, az esőbe ott állnak 24 órákat, hogy egyáltalán leadhassák negyedáron ez a termésüket. Kitűzte a megyei közgyűlés elnöke napirendre ezt a kérdést. Javasoltunk minimálárat a léalmának, leszavazta a Fidesz frakció. Javasoltunk az étkezési almának minimálárat, leszavazta a frakció, de ami a legcsúnyább. Kérem, augusztus végén az Unió úgy döntött, hogy 125 millió eurós támogatást nyújt az orosz embargó következményeinek a kiküszöbölésére. A magyar kormány illetékeseinek a hibájából ezt a támogatást lekéstük.